miért életlenek a fényképeim. Miért nem élesek a fotóim, miért van az, hogyha belenagyítok a képekbe, akkor nem látom őket eléggé élesnek. Sok szeretettel köszöntelek, én Mayer Miklós vagyok, és ez az a kérdés, amit a legtöbbször kapok e-mailben, illetve a közösségi a média felületeimen. Úgyhogy most ebben a videóban megmutatom azt a három leggyakoribb okot, ami az életlen fotókhoz vezethet. A leges leggyakoribb ok a kezünk okozta bemozdulás. Ugye ahogy tartjuk a fényképezőképet, akármilyen stabilan fogjuk, akármilyen stabilan tartjuk, akármilyen szuperek vagyunk, egy kicsikét a kezünk mindig remeg. És ettől függ az, hogy egy adott objektívvel milyen hosszúságú záridőt tudunk még kézben megtartani úgy, hogy a fotó éles maradjon. Van az úgynevezett reciprok szabály, ami azt mondja, hogy ha full frame géppel fotózunk, akkor hogyha mondjuk van egy 50 mm-es objektívünk, akkor nagyjából egy 50 másodperces az, amit még meg tudunk tartani kézben úgy, hogy a kép éles marad. De ez csak akkor igaz, hogyha a, ha a gépet tényleg megfelelően fogjuk, megfelelően alátámasztjuk, tehát ezzel a kezünkkel is, a másik kezünkkel is, és az arcunkhoz nyomjuk, ezáltal tudunk ilyen hosszúságú záridőt még kézben megtartani. Illetve az is segített ilyenkor, hogyha az objektíven, objektívben vagy a gépvázban optikai képstabilizátor található, ezáltal még hosszabb záridőket meg tudunk tartani kézben. Egy 85 mm-es objektívvel még fél másodpercet is meg tudunk tartani kézben, de olyan is van egy egyszerűbb kit objektívnél, hogy 16 mm-es állásban csak mondjuk egy 10 vagy egy ötöd másodperc az, amit meg tudunk tartani kézben. Tehát az optikai képstabilizátor teljesítménye nagyon sok mindentől függ. Hogyan ismerhető fel egy életlen fotón, hogy azt a kezünk bemozdulása okozta? Most csinálok egy képet itt erről az 50 mm-es optikát használtam, és a záridő most egy 15 másodperc volt, és hogyha belenagyítok a képbe, akkor látom, hogy, hogy igazából olyan, mintha volna egy éles kép, de az egészet így elmosták volna egy ecsettel, vagy mint az egészet elhúzták volna. Látszik, hogy mind a minden egyes pixel egy bizonyos irányba így ellenne mosva, ellenne húzva. Ez a bemozdulásos fotóknak a tipikus jele. Mit tudunk az ilyen bemozdulásos életlenség ellen tenni? Egész egyszerűen gyorsabb záridőt kell használnunk, tehát vagy az izó és érzékenységet emeljük föl, vagy, hogyha megtehetjük, és eléggé fényerős az optikánk, akkor az optikának a fényereit növeljük, tehát mondjuk nem F11-et használok, hanem mondjuk F56-ot jelen esetben. Na, de mit tudok tenni akkor, amikor már az izó érzékenységet se tudom növelni, vagy nem akarom, hogy, mert túlságosan zajos lenne a kép, meg nem is tudok használni tágabb rekeszt, mit tudok ilyenkor tenni. Ilyenkor az egyetlen megoldás az, hogyha a fényképezőgépet álmára tesszük, más egyszerűen nincsen, vagy valami stabil helyre helyezem, ahol már a kezem remegése nem fog gondot okozni. Viszont a bemozulásos életlenséget nem csak a kezünk remegése tudja előidézni, hanem amikor a téma gyorsan mozog. Ilyenkor hiába van képstabis objektíven, vagy hiába rakom állványra a gépet, ez egyáltalán nem fog az ellen védeni, hogy a gyorsan mozgó téma, például a gyerekek, madarak, vadállatok, vagy bármilyen sporteseményen lévő emberek bemozduljanak. Szóval ilyen esetekben csak is a megfelelően gyors záridő segít. Az, hogy mi a megfelelően gyors záridő, az eléggé nehéz meghatározni, attól függ, hogy a kép egészéhez képest a téma mennyire gyorsan mozog. Ezt érdemes mindig az adott témával és adott objektívvel, adott gyújtótávolságon kikísérletezni. Az ilyen fajta bemozulásos fényképeket onnan a legkönnyebb fölismerni, hogy az álló, nem mozgó részek teljesen élesek, ott nincsen bemozulás, viszont maga a mozgó téma láthatóan elmosódik. Az életlen fotók másik nagyon gyakori oka, az a nem megfelelő rekesz, azaz fényerő használata. Ugyanis minden objektívnek van egy ideális rekesz tartománya, ahol a képek a lehető legélesebbek. Például ez egy 50 mm f f1,4-es optika, amit még a 90-es években terveztek, és az ilyen régi optikáknál nagyon gyakran előfordul, hogy a legtágabb rekeszent, tehát 1,4-en vagy f2-n az optika egyáltalán nem éles. Tehát még az a rész se teljesen éles, ami fókuszban van. Látjuk a képen, hogy mintha a kicsikét még mindig ellen nem mosva, nincs az a borotva éles érzése az embernek. Viszont, hogy, hogyha már lerekeszelem F2,8-ra, akkor középen már tényleg tűéles, és hogyha még jobban lerekeszelem F4-F8-ra, akkor már tényleg már a képek sarka is teljesen élesek. De F16 után a legtöbb optika az élességéből jelentősen veszít, ugyanis van az úgynevezett diffrakció jelensége, amikor a a lamellák annyira beszűkülnek, a rekesz már annyira szűk, hogy a fény nem csak koncentrálódik a szenzorra, hanem nagyon szóródik is, és ezáltal a képélesség nagyon leromlik, a kép sokkal puhább lesz, kevésbé lesz éles, homályosabbnak érzékeljük. Hogy mi az a rekesz érték, aminél nem érdemes följebb menni, az a gép szenzorának pixelméretétől függ elsősorban, tehát crop szenzoros gépeknél, F11, F16-nál szűkebbre rekeszt nem érdemes használni, full frame gépeknél is ilyen F16 az a határ, aminél nem érdemes szűkebb rekeszt beállítani, hogyha tényleg éles fotót szeretnénk kapni. Szintén az objektív fizikai kollátaira visszavezethető ok az, amikor egy zoom objektív, mint például az a 7200-as OBI, a különböző zoomállásokban, tehát a különböző gyújtótávolság állásokban eltérően éles. Tehát például ez a 7200-as Obi, ez a 70 mm-es állásban F4-en is, tehát a legtágabb rekeszen is tényleg tű éles, a kép közepén is és szinte a sarkokban is. Viszont, hogyha már 200 mm-re zoomolok, akkor itt láthatóan jóval kevésbé éles képet ad, f 4 És hiába rekeszelem le F5,6-ra, F8-ra, nem lesz annyival élesebb a fotó, mint ahogy én azt elvárnám. Egész egyszerűen a legtöbb zoom optikának van egy ideális gyújtótávolság tartománya, ahol tényleg a lehető legélesebb képet adja, és a többi gyújtótávolságokon általában kicsit kevésbé éles. Ez a hatalmas különbség az élességben, a különböző gyújtótávolságokon különösen igaz az olyan optikákra, aminek extra nagy a zoom átfogása, tehát az ilyen 28-300, 18-300, meg 18-200, tehát ez az utazó zoom objektív kategóriában. Nagyon sokszor előfordul, hogy a hosszabb végeken az optikák egész egyszerűen messze nem annyira élesek, mint a rövid végeken de hozzáteszem, hogy az újabb, a tükörreflexes gépekhez tervezett obik, például a Canonnak a 24-240-es, vagy a Nikonnak a 24-200-as optikája, kivételek ez alól, ezek már sokkal jobban megtervezettek, sokkal élesebbek a hosszú végeken is hogy melyik optikának hol van az ideális gyújtótávolság tartománya élesség szempontjából, melyik rekeszen a legélesebb vagy kevésbé éles, ehhez rengeteg internetes tesztet találunk. Az én kedvenc oldalam erre az Optical Limits. Szúnyogok, tehát az én kedvenc oldalon erre az OpticalLimits.com weboldal, ahol mákára bontva találjuk meg a különböző optikákat. Nem mindegyik van sajnos letesztelve, de a régebbiek és a legelterjedtebb optikáknak mind megtaláljuk az MTF, azaz felbontás ábráid, különböző gyújtótávolságok és rekeszek mellett. Hogy ismerjük fel ezt a fajta életlenséget, amit az optika fizikai korlátja okoz? Ez egy jó kérdés. A fókuszban lévő részek sem teljesen élesek, ezek is egy kicsi kisé homályosak, olyan puhák, de nincs az az, az az elmosódás érzésünk, mint amikor valaki egy ecsettel elhúzná a képet, tehát nem bemozdult a fotó, hanem egész egyszerűen a fókuszban lévő részek se élesek, a túlságosan tág, vagy túlságosan szűk, rekesz, vagy, vagy egész egyszerűen az optika korlátjai miatt. És a legidegesítőbb kategória, ami az életlen képekhez vezet, ezt direkt a legvégére hagytam, az az, amikor a fókusz Mező, tehát a fókusz el van csúszva. És ez általában azért szokott baromira idegesítő lenni, mert ugye ezeket a fényképezőgépeket, meg nagy objektíveket azért vesszük, hogy egy bizonyos része fókuszáljunk, és a hátra szépen elmosuk, és ezért különösen idegesítő tud lenni, amikor valamilyen okból a fókuszmező elcsúszik. Például, hogyha embereket fotózunk, akkor azt szeretjük, hogyha a hozzánk közelebb eső szemen van a fókusz, hogyha a távolabbi szemre kerül a fókusz, és a közelebbi eső szem elmosódik, akkor az a nézőben nem kell túlságosan jó érzést, tehát általában a közelebbi szemre szoktunk fókuszálni. De sokszor előfordul az, például tükörreflexes gépek esetén, hogy hiába fókuszálunk a hozzánk közelebb eső szemre, a fókuszmező valami miatt elcsúszik, és lehet, hogy a szem nem is éles, hanem csak az orhegye és a szemek már már láthatóan el vannak mosva. Milyen okok miatt csúszhat el a fókuszmező? Hát az első és leggyakoribb az, hogy mi egész egyszerűen nem jól fókuszáltunk, vagy mondjuk egyszerű autofókusz módot használunk. Egyébként az autofókusz módokról van egy külön videó, azt ajánlom, hogy nézd meg itt. Tehát, hogyha egyszerű autofókusz módban vagyunk, fókuszáltunk, de a modellünk egy kicsikét megmozdul, közelebb jön hozzánk, vagy hátrébb, vagy esetleg mi a fényképezőgéppel arra mozdulunk, akkor már a fókuszmező is el fog tolódni a térben, és nem az a szem lesz éles. Viszont a legbosszantóbb az tud lenni, amikor egész egyszerűen a fényképezőgép és az, és az objektív párosa nem jó fókuszál. Tehát hiába jelez nekünk vissza itt a keresőben, hogy ő fókuszált, valójában a fókuszmező egy pár milliméterre vagy pár centivel el van csúszva. Ezt hívják az angolok backfókusznak, amikor a téma mögé fókuszál a gép, vagy frontfókusznak, amikor a téma elé fókuszál a gép. A alsó és középkategóriás fényképeken ez esetben szinte semmit sem tudunk tenni, ha csak nem, át, nem, át nem váltunk kézi, azaz manuális fókuszálásra. Főső kategóriás fényképezőgépek esetén viszont általában megvan arra a mód, hogy fókuszkalibrációt végezzünk, tehát az az adott objektívhez be tud, meg tudjuk adni az adott fényképezőgép vázban, hogy a fókusz mennyivel csúsztassa előrébb vagy hátrébb ahhoz képest, mint amit ő mérne hogyha nagyon nagy a gáz, és az objektív nagyon-nagyon a téma elé fókuszál, vagy mögé, és nincs ott a fókuszkalibráció, akkor tényleg az egyetlen lehetőség az, hogy az obit vagy a gépvázat az ember elküldi a szervizbe. És azért mondtam, hogy ez a hiba baromira idegesítő, mert hogyha tényleg mondjuk van egy alsó vagy középkategóriás fényképezőgéped, és van egy, veszel több százezer egy fényerés optikát, de a képeid nem lesznek élesek, mert már a modell is el van mosva a háttérrel együtt, akkor az egész semmit sem ér, és akkor van az, hogy Mancika meg Pistike az okostelefonjával szebb képeket csinál, mint a profi fotós a sok százezeres cuccával. És ezért szoktam azt ajánlani most már mindenkinek, hogy érdemes a tükör nélküli fényképezőgépekre átérni, ahol van szemkövető autofókusz, valamint a tükör nélküli fényképezőgépek autofókuszrendszere máshogy működik, ott sokkal kisebb esélye van a fókuszmező elcsúszásnak, ezért ezeken a gépeken az ember szinte az esetek 100%-ában pontosan az adott szemre fókuszált képet kap. Tehát összegezve mit tudunk tenni, hogy a fotóink ne legyenek életlenek, Hogyha statikus témát fotózunk, akkor figyeljünk arra, hogy a kezünk remegésétől a gép nem mozduljon be, tehát ö, használjunk eléggé gyors záridőt. Hogyha valamilyen gyorsan mozgó témát fotózunk, akkor pedig a, a téma gyorsaságának függvényében használjunk még annál is gyorsabb záridőt, hogy a téma nehogy bemozduljon. Minden optikára jellemző, hogy melyik rekeszen mennyire éles a kép közepén, illetve a széleken, ezt érdemes nekünk lecsekkolnunk, vagy a különböző internetes teszteken tájékozódnunk, és a megfelelő rekesztartományokban használni az objektíveket. Mindenesetre az biztos, hogy nem érdemes az objektíveket extrém módon lerekeszelni, tehát f16 fölötti rekeszeket teljesen fölösleges báltani annak érdekében, hogy minden éles legyen, tehát hogy a mélységéleség megnőjön, hiszen nem nyerünk le semmit, hiszen az optika jóval kevésbé lesz éles. Végezetül, mi volt a harmadik? Most mondtam az előbb. Á, igen. Végezetül, hogyha tág rekesző optikát használunk, akkor figyeljünk arra, hogy a fókuszmező pontosan arra a részre essen, amit mi is fókuszban szeretnénk, illetve hogyha tükörreflexes gépünk van, akkor mindenképp figyeljünk oda, hogy a fókuszkalibráció be legyen állítva, már hogyha van ilyen lehetőségünk. Azok, akik tükör nélküli fényképezőképet használnak, azoknak ilyen szempontból sokkal egyszerűbb dolga van. Hogyha szeretnél a fotózásban még jobban elmélyülni és megismerni a fényképezőgéped összes funkcióját, legyen az egy tükörreflexes vagy egy tükör nélküli gép, Canon, Nikon vagy Sony, akkor ajánlom a fényképezőgép kezelés tudatosan című online tanfolyamomat. Nem sokára találkozunk, szia!